Köszöntöm Önöket, a mai műsorban lesz szó a költészet napjáról, a beregi turizmusról és az opárt stílusról is. Azonban első vendégeim rendészeti tanulmányi versenyen jártak és kitűnő eredményeket értek el. Erről fogom faggatni Cselenyák Juditot és Markovics Adrien. Sziasztok! Hello! Nos, hát kezdjük azzal, például Adrien, te vagy ennek a tudora, hogy egyáltalán miért is indultatok ezen a versenyen, és milyen jellegű ez a verseny azon kívül, hogy rendészeti és tanulmányi? Hát ez a 12. országos rendészeti tanulmányi verseny volt. Az iskolában hallottunk róla először, és már 11. óta célirányosan készültünk rá. 11-től tanulunk lényegében rendészeti ismereteket, és hát... rendészeti ismereteket 11-től, mert hogy akkor ez egy ilyen szakosodott iskola, Judit, hogy hogy működik? Igen. Tehát, hogy iskolákban különböző szakmacsoportok vannak, mi a közszolgálati szakmacsoporthoz tartozunk, tehát, hogy 11. és 12. évfolyamban tanulunk belügyi rendészeti ismereteket, illetve speciális társadalom ismeretet. Na és hogyha valaki felkapná a fejét, hogy na már pedig lenne az én gyermekem vagy unokám rendészetet kell, hogy tanuljon, akkor nevezzük nevén a gyermeket, a Nagykálói Budai Nagy Antal Szakközépiskoláról van szó. Hát gratulálhatunk nektek, mert ugye azon kívül, hogy kitűnő eredményt nyertetek, kaptatok ezen a versenyen, hát országos dobogósok lettetek, második és harmadik helyezettek, gratulálunk nektek. Milyen jellegű feladatok vannak egy-egy ilyen versenyen, és hogyan lehet eljutni egy országos döntőig? A verseny több fordulós volt, először az iskolában mérettettük meg magunkat, ezt követte egy budapesti elődöntő, ahonnan ketten kerültünk be Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és Békéscsabán rendezték meg az országos döntőt, és itt háromnapos volt amúgy ez a verseny. Volt egy írásbeli és egy szóbeli része, illetve idegen nyelvből is számot kellett adnunk. Milyen jellegűek a feladatok? Persze itt mondta ugye Adrien, hogy vannak szóbeli feladatok, meg írásbeli megmérettetéses részek, de egyáltalán mire kíváncsiak? Mi az, amit tanultok, vagy mi az, amit konkrétan kérdezett mondjuk az adott döntő ötös számú feladata? Hát itt arra specializálódtak, hogy főleg a belügyi rendészeti ismeretek, a speciális társadalom ismeret, rendészettörténet, valamint katasztrófavédelmi kérdések voltak. Mondj egy példát, csak hogy mit kell tudnotok például? Hát például a kriminalisztikával is sokat foglalkoztunk, ez leginkább az írásbeliben jelent meg, ehhez voltak kérdések. Ez egy ilyen 10 kérdés volt, tehát ez egy ilyen röpke fél óra alatt el lehetett dönteni, tehát, hogy... Mondjuk azt is tudnotok kell, hogy milyen eszközökkel és hogyan lehet új lenyomatot levenni, vagy milyen jellegűek, csak hogy tényleg kicsit közelebb hozzuk a nézők közül ezt az egész rendészeti versenyt. Lényegében így a egész témát így átfogóan kérdezte, tehát nem így egy-egy részét, hanem így tényleg, tehát így mindent, mindenbe belekérdezett. És ti már célirányosan annak idején évekkel ezelőtt ide a Nagykálói iskolába készültetek, tehát rendőrök szeretnétek lenni? Igen. Ú, de határozottak vagytok. De miért? Hiszen a lányok terén amúgy se biztos, hogy annyira kedvelt, közkedvelt ez a terület. Hát már csak ezért is. Hát meg a család indítatására. Nálam továbbtanulásnál, vagyis, na, hogy is mondjam, te szeretném menni ilyen rendészeti szakra tovább? Igen, de igen. Akár utcán járőrözni, vagy inkább a hátteret erősítenéd? Inkább a hátteret, tehát engem inkább ez a bűnügyi része érdekel. Judit, téged? Én is nyomozónak jelentkeztem a Budapesti Egyetemre, Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.
és esetleg egy-egy ilyen verseny pluszpontot jelent nektek továbbtanulás terén, vagy csak amúgy a ti lelketeknek? Hát ez sokat segít, mivel mi emelten fogunk érettségizni belügyi rendészeti ismeretekből. Tehát ott is ilyen hasonló jellegű kérdések vannak, és ugye ez egy hatalmas pluszt ad számunkra ez a felkészülés. Na hát, hogyha már így készültek a felvételire, akkor biztos tudjátok, hogy mi vár rátok. Itt kemény fizikai erőnlét is szükséges. Milyen felvételi feladatok vannak ilyenkor? Mert én is hallottam azért jó néhány évvel ezelőtt, hogy fekvőtámaszokat számolnak. Igen, meséltek igen. Már erről egy kicsit. Hát ennek a fizikai felvételinek több része van. Egyrészt kell egy 2000 méteres távfutást teljesíteni, illetve, ahogy említetted, van fekvőtámasz is, felülés, fekvenyomás, ugyanúgy lányoknak is, illetve helyből távolugrás, és kihagytam valamit? Függeszkedés. De azt lehet választani, hogy fekvenyomás, vagy pedig függeszkedés. Igen. Hihetetlen. Tehát én például azt a 2 kilométert mondtál? Igen. Na hát ezt egy fél óra alatt szerintem, ha lefogynám, vagy ki tudja mennyi idő alatt. Közben a kollégám mutatta ezeket a díszokleveleket, sőt még van egy-egy a kezetekben. Honnan kaptátok az elismeréseket? Mert hogy lényegében 2-2, sőt 3-3 kaptatok a versennyel kapcsolatosan. Egyrészt kaptunk elismerést megyei szinten is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságtól, és mivel 2 külön díjban is részesültünk fejenként, a katasztrófavédelemtől, illetőleg a belügyminisztériumtól is kaptunk elismerést. Mit kaptatok még ezen túl? Tehát akár mondjuk tárgy, nyeremény, vál, veregetés, gumibolt, nem tudom, milyen eszközök a rendőrségtől? Rengeteg ajándékot kaptunk, főleg a külön díjakból adódóan, hát kupától kezdve tényleg mindenféle oklevél, egyenpóló, sapka, könyvek, minden, nagyon sok dolgot kaptunk. Gratulálok nektek még egyszer az egész stáb nevében, és hajrá nektek akkor a felvételit illetően is. No, meg hát ki tudja, lehet, hogy még lesz ilyen verseny, ahova tudtok még jelentkezni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Arra kérlek, hogy maradjatok még, mert a nézőknek, és hát talán nektek is ajánlok egy bejátszást. Az első randevún tilos nyelvet nyalogatni, ez is kiderült múlt héten Nyírbátorban, a Kulturális Központban. Egy elgondolkodtatóan vicces darabokat játszottak ott, többek között a rendezővel, Jantyik Csabával és az egyik főszereplővel, Szabó Győzővel is beszélgetett kolléganőnk, Viraszkó Szilvia. Hányra mondta? Fél nyolc? Addig lazán összedobjuk. Hoztam világot is, hogy lássa, hogy értesz a rendezéshez. Köszi. Nagy ember vagy, Csajkó, ugye jöttem hozzád, hogy a séfnek. Tudod, kivel lehetnék most? Milyen produkcióval érkeztek Nyírbátorba? Peter Schaeffer Kifut a nő után című produkciójáról van szó. Remélem, hogy nagyon jól fognak szórakozni. Ez egy elgondolkodtatóan vicces darab. Két egyfelvonásosról beszélünk, és tulajdonképpen az volt a célom, hogy egy kicsit mulatságosan, de elgondolkodtatóan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az emberek mennyire nem tudnak közlekedni egymás között. Emberi kapcsolatokról szól. Én hiszek abban, hogy szükség van arra, hogy egy picit komolyabb témákat is boncolgassunk, és szeretem azt, hogyha vidám, szeretem azt, hogyha szórakoztató, de mindenképpen legyen az egy olyan, ami valami üzenetet is visz az emberek felé. Mennyire nehéz összehangolni a próbákat, amikor több helyről kerülnek ki a művészek? Ez a legbonyolultabb, ez egy nagyon jó kérdés. Ha mondhatok egy rövid történetet, volt olyan helyzet, amikor az asszisztens csinálta meg tulajdonképpen a főpróbát, már közönség nélküli főpróbát, de megcsináltuk, végigcsináltuk, mert a Szabó Győzőnek egy másik produkcióban részt kellett vennie. Aztán legközelebb jött a Győző, beállt, folytattuk. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy stratégia, amit itt véghez kell vinni.
azt hiszem, hogy ha az ember akar valamit, akkor megoldható. Csak nem mindegy, hogy mivel adod elő, és milyen mosolyra. Mondjuk a világfi mosolyra. Az milyen? Csak nagyon keveset tudják megcsinálni. Igen. Figyelj. Tanulj. Kövess. Első lesz jó. Nincs nyelv, kövá, nincs nyelv. Nem kell menni? Első randi, nem adod a nyelvedet? Normál is, hogy tüzetél. Jó. Egyik rosszabb, mint a másik. Jó. Oké. Kettes verzió. Oké. Figyelj? Figyelj. Egy kicsit szélesebb, kicsit nagy vonalok, oké? Okay? Igen, szélesebb, igen. Úgyhogy szélesebb. Az a dolog, hogy... Nem ókus. Nem ókus, ember. Ember által való ábrázolat. Érző lény. Oké? Okay? Te kretén. Kretén kettő. Na figyelj, most a harmadik. Figyelj! Ez a sok fogas. Oké? Okay? Ez a Brad Pitt. Tudod, Brad Pitt. Azt mutasd. Nem fóka. Nem fóka a vízicirkuszba. Milyen érzés hazajönni Nyírbátorba? Nagyon jó érzés, sajnos csak ritkán jutok el, most legutóbb karácsonykor voltam itthon, rengeteg dolgom van, nyáron is dolgozom, nyári színház forgatás, kicsit a munka összekapcsolódik a szórakozásra, vagy a pihenésre, ez így nagyon-nagyon izgalmas dolog, hát főleg azért is, mert ugye bár már egy ütőhangszeres jubileumi előadáson föléptem itt évekkel ezelőtt, most mégis egy színházi előadással ez egy kicsit más, kicsit izgalmasabb, izgulok is, jobban izgulok szerintem, mint bármikor. Bizonyára sok régi ismerősöm, haverom el fog jönni, vagy akik nagyon kíváncsiak arra is, és hát akik nem tudnak eljutni Budapestre, vagy nem bizonyára ez most mi hoztuk ide, mi jöttünk el a közönséghez, és nem fordítva, tehát nagyon fura érzéseim vannak. Persze már megvolt a családi ebéd, eljöttek a kollégáim is, akikkel majd együtt fogok játszani, Nagy Enikő és Széles Tamás és Jancsi Csaba a rendező is, meglátogatok minket anyukáim nagyon, és édesapám nagy örömére. Hogy... Kit alakít az előadásban? Két különböző karaktert játszom, két-egy felvonásos, ugye egy-egy 50 perces műben. Az egyikben inkább egy ilyen bohémam, nagy dumás, csajozós alfahímet játszom, míg a másikban inkább egy ilyen visszafogottabb ügyvéd figura. A második felvonás az fordulatokban sokkal gazdagabb, meglepetésekkel teli. Az első az egy könnyedebb, bár nem tudom még különbséget tenni, mert van, aki az elsőt szereti, van, amíg a másodikat szereti jobban, tehát két teljesen külön történet, más helyszín, más idő, más tér, tehát de mind a kettő nagyon izgalmas. Milyen szerepekben láthatja most a közönség Budapesten, esetleg filmes feladatai vannak-e mostanában? Két új film fog jönni majd a közeljövőben, ezekre még nem beszélhettek, az egyik egy krimi, a másik pedig egy vígjáték. Ezek az új dolgok, forogni most nem forgatok, és a Tália Színháznak a társulatát erősítem, ott az Alul Semmi című előadásban, ami nagy sikerrel megy a Táliában, a budapesti Broadway-n ugye, és a Rövid a Pórház című Fedó előadásban, és még meg annyi más budapesti színházban játszom szerepeket, úgyhogy el vagyok havazva rendesen. Ez is elég különös, hogy az egyeztetési nehézségek után mégis sikerült Nyírbátorban összehozni ezt az előadást, amiért én nagyon-nagyon boldog vagyok, és köszönöm jó Istennek, hogy itt lehetek. Parancsoljon, madám! Egy kis jégbe jutott bort vacsora előtt. Hadd mutassam be a barátomat, róla beszéltem az előbb. Miss Marchant? Ted Lizzy. Örülök, hogy meg is mehettem. Ó, köszönöm kérdését. Egyelőre még elevickélek a vízbe, valahogy a fejem még kint van, de el vagyok valahogy. Hát ugye erre a kérdés, hogy how do you do? Nem igen szoktak válaszolni, mert a másik nem igen, vár választ. Mégis engedjenek, hogy föltegyem a kérdést. How do? Papásan értem magam. Hogy azt szólítatok? Dori. Dori!
díjazták az év turinformátorát. Vendégem az a turisztikai szakember, akinek munkáját elismerték, Liptákné Juhász Anikó. Szervusz! Szervusz! Hát gratulálok! Az előbb két fiatal lánynak mondtam azt, hogy gratulálok, most egy érett turisztikai szakember kaphatott díjat, elismerést, de mit is díjaztak, hiszen az nagyon fontos. Mi az, amit ilyenkor figyelembe vesznek, amit igenis górcső alá vesznek? Köszönöm a gratulációt! A turisztikai szakma, a Magyar Turizmus ZRT, illetve a magyarországi Turinform irodákban dolgozók minden évben szavaznak, tehát maguk közül a szakma megválasztja a szerintük a turizmusban legtöbbet és legeredményesebben tevékenykedő szakembert. Ezt ezüst és aranydíjjal jutalmazzák. 2013-ban már megkaptam az ezüstdíjat, és most abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a kollégáim tulajdonképpen maguk közül megválasztottak egy aranydíjra. Pont ezért talán még nemesebb ez a díj számodra is, a lelkednek is, hiszen itt nem az van, hogy egy három vagy négy fő zsűri azt mondja, hogy na, akkor szavazzunk, hanem itt a szakma egésze majdhogy nem voksol és adja le ajánlását. Ez nagyon nagy elismerés szerintem. Mi a legfontosabb a te életedben? Mi az, amit elértél? Mi az, amire büszke vagy? Mi az, amihez igenis te adtad a nevedet és el tudtad indítani? Miért mondhatták azt, hogy az ezüst fokozat után most igenis megérdemli Anikó az aranyérmet, az aranydíjat? 15 évvel ezelőtt nyitott Vásáros Nemében a Turinform iroda, de nekem az első munkám is a turizmushoz kötődik, ugyanis 1981-ben pedig a Nyír Turiszt Vásáros Nemény irodájában kezdtem el dolgozni, és aztán sokfelé és sok más területen próbáltam ki magam, de valahogy az élet is úgy hozta, hogy 15 évvel ezelőtt megkértek, hogy indítsam el a városban ezt az irodát. Nagyon sokáig ezt egyedül csináltam, mindig voltak kollégáim, de azok nem állandó munkatársak voltak. És hát talán amire a legbüszkébb vagyok, hogy az, ami ott létrejött a városban, amit a Turinform iroda irodán keresztül elértünk, azt én hozhattam létre, és erre nagyon büszke vagyok, illetve arra valóban, hogy most a kollégáim választottak meg erre a díjra, illetve hogy a városban nagyon sokan megszólítanak, és nagyon sokan gratulálnak. Azt gondolom, hogy ezért érdemes ezt csinálni. Ugye halljuk évről évre, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, Nyíregyháza hogyan fejlődik, erősödik ő is különböző díjakat zsebelbe, illetve az aktuális hotelek, szállodák, és így tovább sorolhatnánk. De itt az is kuriózum szerintem, hogy nem feltétlen a megye székhely egyik szakembere nyerhette el most ezt a díjat, hanem ugye a Bereg fővárosaként is emlegetett Vásáros-Naményi kolléga, és ha már így említettem, hogy a Bereg szíve, mostanában tényleg így emlegetjük Vásáros-Naményt. Milyen programok lesznek, hiszen a feladat nem áll meg számodra sem. Az idei, hát mondhatni turisztikai év, az lassan-lassan beindul, ugye szép az idő, kezdődik a tavasz, lassan-lassan utolér minket a nyár, és gondolom lesz bőven feladat. Hát igen, az van mindig, szerencsére. Igen, én azt gondolom, hogy az, hogy a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ma a Vásáros-Naményben működik egyedül egész évben nyitva tartó Turinform iroda, az azért azt is előrevetíti, hogy Naményben komolyan veszik a turizmust. Annál is inkább annak idején itt volt először városi szinten turisztikai referens, tehát olyan szakember, aki a turizmussal foglalkozott, és akkor nyitott a Turinform iroda is. Tehát mi ezt komolyan gondoljuk azt, hogy Szatmárt és Bereget együtt lehet értékesíteni. Mi ezért mindent meg is teszünk, mi csak egybe ebben tudunk gondolkodni. Összegyűjtjük a beregi programokat, minden évben adunk ki programfüzetet, illetve a szatmári programokat, és hát nem is csak, hanem a környékbeli programokat. Az irodánk foglalkozik a város két nagy rendezvényének a szervezésével, már most dübörög a Zoárnapi Sokadalomnak az előkészítői munkálatai,
és aztán végezzük azt a marketing tevékenységet, azt a turisztikai marketing tevékenységet, amely ahhoz szükséges, hogy most ezt büszkén mondhassam el, hogy tavaly 2015-ben vásárosnövényben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák megduplázódtak. Tehát azt gondolom, hogy a munkánk az egyre inkább beérik, és hát ezen a területen dolgozunk továbbra is ebben az évben is. Nem is olyan rég jártam Vásárosnaményban, és ott a gyönyörű Kraszna híd megszínesedett. Erről egy pár gondolatot, illetve arról, hogy mik lesznek a húzó rendezvények esetleg idén. Egyet-kettőt ugye már említettél is, hiszen pörög nekünk az idő, és 2 percünk van még erre a fontos témára. A tavalyi évnek a nagy előrelépése volt, hogy Vásárosnaménynak elkészült az új imázsa, az új arculata, végül is az, hogy Vásárosnamény a bereg szíve, ezt a tartalmat adtuk a szlogennél. Ezt a új arculatot festettük fel a Kraszna híd lábára, így megszületett a városban az első street art alkotás, amit idén szeretnénk az ottani helyi művészeti iskola diákjaival, minden évben szeretnénk egy újabb street art alkotást adni a városnak. A rendezvények, ugye a két nagy rendezvénye van a városnak, az Oárnap, ami idén nagyon készülünk rá, mert a városnak egy középkori hangulatát szeretnénk megmutatni, a valamikori vásárvárost szeretnénk megidézni, illetve a beregi ünnepi hétnek nem sokára május elején kezdődik a rendezvény sorozata, nagyon gazdag programokkal várjuk az érdeklődéket, illetve hát a beregben zajló többi programokat is mi gyűjtjük, illetve azt propagáljuk a kurucnapot Tarpán, a Tákoson a beregi keresztszemes hímzés napját, tehát azokat a megszokott programokat, amelyek eddig jól beváltak és jól működnek. Még egy gondolatra szerencsére van idő, pár pillanattal ezelőtt mondtad, hogy hogyan növekedett az elmúlt évben a vendégészakák száma. Ez minek köszönhető szerinted? Tehát jó, persze a turisztikai szakembereknek, a munkájának, a menedzsmentnek, stb., de mi az, ami még jobban fejlődött? Gondolok itt arra, hogy most a falusi turizmus, vagy a wellness, vagy mi az, ami kezdett bimbózni, és így erősíti ezeket az adatokat? A falusi turizmusnak ugye azt tudjuk, hogy itt a kelet-magyarországi szakaszon van a legtöbb Magyarországon a legsűrűbb hálózata. Azt gondolom, hogy az utóbbi években történt minőségi fejlesztések ezen a téren, egyre több vendéget hoznak a térségbe, és hát nyilván beérik az a marketing munka, amit a környező országokban, illetve Magyarországon az utóbbi években nagyon hatékonyan végeztünk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek pedig már is ajánlunk egy újabb apró pici bejátszást, hiszen apró pici játékkockákról lesz szó. Ezekből a Lego kockákból amúgy nem csak házikókat lehet ám építeni, erre hívják fel a figyelmet a Tekerd nevű diákcsoport alkotói, akik az Op Art irányzatot képviselik. 13 000 legókockát és 75 munkaórát vett igénybe ennek a James Dean-t ábrázoló képnek az elkészítése. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Középiskolája, szakiskolája és kollégiuma Tekert csoportja még 2014-ben alakult, azóta foglalkoznak ezekhez hasonló képek készítésével. Jelenleg 9 főből áll a csapatuk. Egy előző projekt maradványaiból, megmaradt kockáiból kezdtünk el építkezni, aztán úgy vettem észre, hogy a srácok nagyon élvezik ezt az építést, és egyre kreatívabbak voltak, úgyhogy ezt a folyamatot az iskola engedélyével, illetve a Lego segítségével tovább tudtuk folytatni. Eredetileg 6 kép készült el, ezek most mind itt láthatók, ezek még a tavalyi év folyamán készültek, de az idén már újabb képeink is készülnek, amelyek most állnak keretezés alatt, és céljaink szerint ezeket is majd ki fogjuk itt állítani. Azt vettük észre, hogy a diákjainknak mind az egyéni kompetenciái, mind pedig a társas kompetenciái nagyon sokat fejlődtek, sokkal jobban dolgoznak együtt csoportban, illetve a tanulmányi eredményeik és a magatartásuk is sokat változott pozitív irányban. A megalakulásunk óta 1100 órát dolgoztak összesen a diákok, nem csak ezeken a képeken, hanem azokon is, amelyek most még nincsenek kiállítva, és nyilván, ahogy mondtam, szeretném majd ezeket is szépen forgásszerűen bemutatni majd a közönségnek.
A kiállított 6 kép az Opert irányzatot képviseli, amely még a 20. századból indult, de egy megújított formája a 21. századba is átnyúlik. Alapgondolata az ember tér érzetének és térszemléletének alakítása. A művekre az átlagos geometriai és matematikai törvények is hatnak, vonalrendszerében jellemzőek a mértani alakzatok. Képenként változó, mert minden egyes képnek ugye valamelyik kép több kockából készül, de általában ilyen 8-9 óra, ameddig egy ilyen kisebb képet elkészítünk, 4-5 óra is van, amikor egy még kisebb képet elkészítünk. Ez az egész általában úgy szokott indulni, hogyha valamelyikünknek eszébe jut egy ötlet, hogy ezt ki lehetne rakni Legóból, megtervezzük együtt közösen, utána iskola utáni szabadidőnkben együtt közösen kirakjuk, és általában így szoktuk a képeket kirakni az összeset. A képek elkészítésében van, amikor minden diák részt vesz, de akad, amikor egy-két fő dolgozik vele. A kiállított alkotások közül ez a kép a diákok kedvence, amely egy képregény hőst ábrázol. Körülbelül olyan, szerintem olyan 40 óra körül lehetett az elkészítés. Hát onnan indult, hogy csináltunk előtte egy ilyen kisebb verziót, csak hogy most kijött a film, így gondoltuk, hogy csinálunk egy másikat. És hát megbeszéltük a hivatalos Deadpool festővel, Rayleigh Brown-nal, az amerikai képregényíróval, hogy megcsinálnánk ezt a képet. A diákok az akkor még épülő kép egy darabját küldték el a képregényírónak Amerikába, aki az dedikálva küldte vissza nekik, így utólag tudták beilleszteni a már elkészült alkotásba.